pacifista vagyok. Nem hiszem, hogy gyilkolással bármit el lehetne érni. Abban viszont hiszek, hogy a mi felelősségünk jobbá tenni a világot. Ha úgy látod, hogy nincs más kiút, én személy szerint azt vallom, hogy az erőszak ilyenkor igazolható. Hittem, hogy a hazám a legnagyszerűbb ország a világon, és mi minden küzdelemben az angyalok oldalán harcolunk. Három ember, három sors, három nézőpont ugyanarról a konfliktusról. Arról a konfliktusról, amelyben több ezer embernek kellett meghalnia, mire a felek végre tárgyalóasztalhoz ültek. Vajon lehet-e békés demonstrációval elérni változásokat egy elnyomó rendszerben? Vagy igazolható-e az erőszak erőszakra válaszul, ha semmi más kiutat nem lát az ember? Ezek a kérdések azóta foglalkoztattak, mióta találkoztam az észak-ír konfliktus egyik legkülönösebb párjával, Joe Barryvel és Patrick McGeevel, akiknek a legutóbbi Bábelben hallhatták a történetét. Joe Barry édesapja abban a robbantásban halt meg, amelyet csak a brightoni robbantóként emlegetett Patrick McGee hajtott végre az IRA tagjaként. A két ember McGee szabadulása után megismerkedett és beszélgetni kezdtek, hogy megértsék a másik fél indítékait, érzéseit. Megrázó beszélgetéseiket a nyilvánosság előtt is folytatták, és ahogy bejárták szinte a félvilágot, kapcsolatuk egyfajta barátsággá alakult. Egy kérdésben nem jutottak soha dűlőre, hogy igazolható-e az erőszak akkor, ha az elnyomott fél nem lát más kiutat. Ebben a kérdésben persze nincsen jó vagy rossz válasz, csak, ahogy az elszánt békeharcostól, az egykor elítélt irataktól és a volt brit katonától hallani fogják, radikális álláspontok. Egy rendőr megölésért ítéltek el, akit lelőttem az otthonában. Egy hónappal később tartóztattak le. 20 hónapot töltöttem ebben a mögöttem lévő épületben. Összesen 16 évig voltam börtönben. Michael Colbert ma az egykor börtönre ítélt iratagokat segítő COIS nevű szervezet vezetője. Még 10 éves korában csatlakozott az ír köztársasági hadsereghez, meséli a temetőben, ahol annak idején az iratagok többségét eltemették. Fiatal koromban mindig úgy éreztem, talán a környezetem hatására is, hogy mi tulajdonképpen csak egy brit kolónia vagyunk, és ez nem tetszett. Az IRA-hoz a Derry véres vasárnapon történtek után csatlakoztam, amikor egy brit zászlóalj katonái megöltek 13 embert. Szerintem ez volt az egyik legfontosabb fordulópont a konfliktusban Írország és a brit kormány, valamint az ide vezényelt brit hadsereg között. Sajnos azt kell mondanom, hogy a polgárjogi mozgalom ezzel le is áldozott, és más lépésekre volt szükség ahhoz, hogy bármilyen változást elérjünk a hazánkban. Az azóta véres vasárnapként elhíresült nap minden szempontból fordulópont volt a konfliktus történetében, amely több száz évre vezethető vissza. Az Írországot irányító brit fennhatóság ellen már a 12. századtól kezdve felkelések voltak. A legnagyobb 1916 húsvétján tört ki Dublinban. Ez olyan eseménysort indított be, amely végül polgárháborúhoz, majd az 1921-es ír-angol megállapodáshoz, a sziget megosztásához vezetett. A 26 déli katolikus megye önálló államot alapított, míg a 6 északi megye az Egyesült Királyság része maradt. Ezen megyék lakosságának a kétharmad része ugyanis protestáns és a brit uralkodóhoz hű volt, és brit támogatás mellett megfosztották számos jogától a maradék egyharmad katolikus kisebbséget. A katolikusok polgárjogi felvonulásai és a protestáns lojalisták ellentüntetései erőszakos zavargásokba torkoltak, mire az északír kormány brit csapatokat hívott be, akik 1972. január 30-án, a véres vasárnapon a tüntető tömegbe lőttek. Az IRA válaszul támadások sorába kezdett katonák, politikusok ellen, de a merényletek gyakran civil áldozatokkal is jártak,
míg lojalista félkatonai csoportok katolikus célpontokat támadtak. Észak-Írországban 1976-ban nagyon kritikus volt a helyzet. A polgárháború szélén álltunk, minden nap emberek haltak meg. A húgomnak, Annek, ez itt Ann Maguire, három kisgyereke halt meg egy összecsapásban az IRA és a brit hadsereg között. Ekkor döntöttünk úgy hárman, Kieran McCown, Betty Williams és én, hogy nyilvánosan felszólalunk az erőszak ellen, és arra kérjük az embereket, hogy tegyenek valamit a békéért. Úgy tűnt, sokan várták, hogy valaki végre kimerjen állni ezzel. Az emberek készen álltak, elég volt annyit mondanunk, hogy elég volt az erőszakból, véget kell vetni ennek. Az öldöklés helyett beszéljük meg a problémáinkat. És az üzenetünk hatására több ezren vonultak az utcára, hogy együtt meneteljenek a békéért. Mairead Maguire nevét mindenki jól ismeri Észak-Írországban, sőt, azon túl is. Tőle elhivatottabb békeaktivista talán kevés van a világon. Az észak-ír konfliktusban játszott szerepéért 1976-ban Nobel békedíjat is kapott. A húgátér tragédia után radikális utat választott ő is. Fejébe vette, hogy mozgósít minden nőt, családanyát, sőt, férfiakat is. Nem csupán az észak-ír, hanem a brit oldalon is, hogy kisöpörjék az erőszakot az utcákról. A békemozgalom első fél éve során 80%-kal esett vissza az erőszakos cselekmények száma. Ez pedig a civileknek, a békemeneteknek volt köszönhető, nem pedig az elnyomásnak, a terrorellenes törvényeknek vagy a fegyvereknek. A civilek mondták, hogy képesek vagyunk megoldani a problémáinkat, csak üljünk le beszélgetni. Mindkét oldalról vettek részt a békemeneten? Igen, természetesen. Szülők vonultak fel velük, anyák és apák, akiknek a gyerekei félkatonai szervezetekben harcoltak, és olyanok is, akiknek a gyerekei különböző biztonsági erőknél szolgáltak. És azt hiszem, éppen ez volt az igazi üzenet. Mert az emberek rájöttek, hogy 30 évnyi erőszaktól csak halált és pusztulást kaptunk. Kellett lennie egy másik megoldásnak is. Az IRA szerint azonban hiába valóak voltak a békemenetek. Az erőszakmentes demonstrációkat és az erőszakos válaszcsapásokat sürgető két katolikus oldal között rendszeresek voltak a súrlódások. Hiszen mindkét fél úgy érezte, hogy a másik aláássa a nehezen elért eredményeket, amelyeket persze mindkét fél saját magának tudott be. Több évtizeden át tartottak a harcok, de a nagypénteki egyezmény keretében végül megegyezés született. Csak hogy az IRA tagjai azt állítják, hogy a béke nem jöhetett volna létre, ha nem hajtják végre a támadásokat, az erőszakos cselekményeket. Mert ezek voltak azok, amik rákényszerítették a másik oldalt, a lojalistákat, hogy újra gondolják a stratégiájukat, és leüljenek tárgyalni, hogy megegyezésre jussanak. Tehát azt mondják, hogy az erőszak egy rossz, de szükséges eszköz volt, hogy megteremthessék a békét. Ön hogy gondolja? 30 éven át tartó erőszakos konfliktust kellett átélnünk, rengeteg dolgot, ami elkerülhető lett volna, ha a felek leülnek tárgyalni egymással. Mind az IRA, mind a lojalisták felelősek voltak az erőszakért, ahogy a kormány is, amely megsértette a legalapvetőbb emberi jogokat. Sokkal korábban megoldhattuk volna ezeket a problémákat, ha leülünk és elkezdjük a párbeszédet. Nem tudom. Nem is igazán lehet megmondani, mi történhetett volna másképp. Talán, ha a brit kormány nagyobb tiszteletben tartotta volna a katolikusok jogait, lehet, hogy az IRA politikája nem lett volna annyira radikális, mint az 1970-es években. De nem így történt. Nem kaptunk reformokat. És ilyen esetben az emberek kénytelenek más megoldást keresni. Aztán jött 1972. januárja, amikor a brit hadsereg rálőtt az utcákon a polgári jogokért tüntetőkre.
és erre válaszul, aztán teljes gőzzel beindult az IRA hadjárata. De vajon hogy élte meg mindezt a másik oldalon, egy harmadik nézőpontból, a tulajdonképpeni ellenség? Amikor bevonultam katonának, nagyjából annyit tudtam a hadseregről, amit a tévében látott háborús filmekből leszűrhettem, amit a sok John Wayne és John Mills filmekben láttam. A háborús regények, amiket olvastam, az is mind fikció volt, és egytől egyik a katonák hősiességéről regéltek. Aztán, amikor beléptem a seregbe, a többi újonchoz hasonlóan, én is egy végletekig hazafias közegbe kerültem, ami még jobban erősítette ezt a képet. Hittem, hogy a hazám a legnagyszerűbb ország a világon, és mi minden küzdelemben az angyalok oldalán harcolunk. Mi voltunk a jó fiúk, akik pedig az ellenkező oldalon álltak, azok voltak a rosszak. Szóval eleve volt egy ilyen túl idealizált kép a fejemben, amikor beléptem a seregbe. A könyveknek és a filmeknek köszönhetően, és aztán a kiképzés és annak a pszichológia része csak tovább fokozta ezt. Lee Levisnek Michael Colbert mutat be. Érdekes együtt látni a volt iratagot és az egykori brit katonát. Pedig az utóbbi években kifejezetten megkedvelték egymást és gyakran találkoznak. Most éppen annál a börtönnél, ahol Colbert 16 éves büntetésének egy részét töltötte. 16 év nagyon sok idő. Hogyan gondol vissza ezekre az évekre? Nehéz évek voltak ezek. Amíg itt raboskodtam, nagyon rossz körülmények között éltünk, és rosszul bántak velünk. Hozzátartozik, hogy 78-79-ben az IRA nagyon véres hadjáratot folytatott a katonai erők ellen, amelyben börtönőrök is szolgáltak. Ezért sok itteni börtönőr is meghalt az összecsapásokban a brit katonák és a rendőrök mellett. Ez pedig aztán visszaütött abban, ahogy bántak velünk. Fiatal katona voltam, pimasz és önhitt. Szóval akkoriban nem sokszor éreztem úgy, hogy nem éreztem, hogy félnem kellett volna. Pedig voltak pillanatok, főleg a határvidéken, az őrjáratok alatt, amikor minden okom meg lett volna rá, hogy azt érezzem, hogy vadásznak rám. Persze voltak összecsapások, amik nagy hatással voltak rám, de ahogy mondani szokták a fiatalokkal kapcsolatban, én is azt éreztem, hogy a baj velem úgysem történhet meg. Egy fiatal katona még nem igazán érzi át, hogy ő is halandó. Mostanában, hogy idősebb fejjel visszagondolok rá, sokszor most ér utol a félelem, amit akkor kellett volna éreznem. Elég csak belegondolnom, hogy miket csináltam, és időnként milyen veszélyben voltam, és persze, hogy én is milyen veszélyt jelentettem másokra nézve. Sohasem kerültem olyan helyzetbe, mint amilyen a véres vasárnap volt, de katona voltam, úgy is gondolkoztam. Szóval kerülhettem volna olyan szituációba. Sokszor belegondolok, hogyan alakulhattak volna a dolgok, hogy milyen hatással lehettek volna a tetteim mások életére, és mi minden történhetett volna velem. Az utcai összecsapások mindennaposak voltak Belfast utcáin, amelyben az IRA-nak és a lojalista félkatonai csoportoknak is sok tagja meghalt, csak úgy, mint brit katonák és civilek is. Amikor a békemeneteket szerveztük, voltak, akik nem értettek velünk egyet. Akik nem gondolták, hogy mindenkinek joga van a békéhez, és hogy párbeszédet indítva megoldhatjuk a problémákat. Ezért dühösek voltak ránk. Konkrétan rátámadtak önökre a menetek során? Igen, megtámadtak minket, többen is. A félkatonai mozgalmak támogatói azért, mert azt állítottuk, hogy véget kell vetni mindenféle erőszaknak. Sokaknak az sem tetszett, hogy az aktivisták az úgymond ellenség oldaláról is toboroztak a béketüntetésekhez. Halálos fenyegetéseket kaptunk, szétverték az autóinkat. Volt, akinek otthonról is el kellett költöznie. A mozgalom vezetőinek, önöknek is? Igen, nekünk is. Emlékszem, egyszer meghívást kaptam egy közösségi találkozóra, ami miatt halálosan megfenyegettek.
Szemtől szembe? Levélben. Kaptam egy levelet az otthoni címemre, amiben azt írták, hogy lelőnek, ha elmegyek. Emlékszem, egy félbetépet hirdetmény egyik oldalára lett írva. A találkozó szervezője pedig aznap este eljött hozzám, és elmesélte, hogy ő is kapott egy halálos fenyegetést. Kiderült, hogy a hirdetmény másik oldalán. Azt javasolta, hogy mondjuk le az egészet. De én azt mondtam, hogy kizárt. Pontosan ezt nem szabad tennünk. Szembe kell velük néznünk, dacolnunk kell azokkal, akik az erőszakban hisznek, hogy lássák, nem félünk tőlük. Ki kell állnunk a helytelen dolgok ellen, az erőszak ellen és azok ellen, akik erre támaszkodnak. De mindez békésen, hogy lássák, máshogy is lehet. Szóval megtartottuk a találkozót, ami nagyon sikeres volt. Észak-Írországban nagyon fontos, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel, hiszen ez egy megosztott ország. Különböző etnikumok élnek egymás mellett. Sok-sok problémával. Ha nem nézünk szembe a félelmeinkkel, ha nem ülünk le megbeszélni a problémáinkat, nem fogjuk megoldani őket. A békét nem lehet egy nap alatt megteremteni, ahhoz meg kell találni a politikai megoldásokat. Szóval mi mozgósítottuk az embereket és a különböző csoportokat, hogy keressék meg ezeket a megoldásokat, és azonosítsák a problémákat, amik az erőszakot okozzák. Amikor Észak-Írországban 1976-ban elindult a polgárjogi mozgalom, mindenki ugyanazt akarta. Alapvető emberi jogokat a kisebbségeknek. Egyenlő választójogot, a szociális lakások egyenlő elosztását. Ezeket a jogokat meg kellett kapniuk. Úgyhogy amikor elismerték a másik oldalon, hogy valóban vannak igazságtalanságok, és hogy az emberek okkal fordultak az erőszakhoz, akkor el lehetett kezdeni megoldani az erőszakot kiváltó problémákat. Évtizedeken át tartó vérontás után végül a 90-es évek elején került sor az első komolyabb tárgyalásokra, és a felek végül 94-ben kötöttek hosszabb tűzszünetet, 4 évvel később pedig a nagypénteki egyezményt. Bár sokan fellélegeztek, hogy a konfliktus véget ért, a valóságban sokkal összetettebb egy több évtizeden át tartó, több generációt és több társadalmat is teljes egészében átszövő konfliktus lezárása. A politikusok és a civilek könnyen beszélnek a békéről. Egy katonának azonban sokkal nehezebb ténylegesen letennie a fegyverét. Amikor az IRA tagjai megkezdték a tárgyalásokat a harcok esetleges befejezéséről, dél-afrikai vendégek érkeztek hozzánk. Tapasztalt vezetők, tiszteletben álló politikusok, akik a háború alatt még gerilla vezetők voltak. És az egyikük az egyik belfasti találkozón elmesélte, hogy az egyik legnehezebb dolog, amit az életében meg kellett tenni, az volt, hogy letegye a kalasnyikovját. Ezt egy olyan ember mondta, aki nemzetközileg is nagy tiszteletnek örvend, de valaha ő is gerilla parancsnok volt. És átéreztük a helyzetét, pontosan értettük, miről beszél. De most már mi sem félünk, nem szégyeljük, hogy ugyanezt az üzenetet átadjuk másoknak. Nem könnyű letenni a fegyvert, de ez nem egyenlő azzal, hogy megadod magad. Csak egy másik fázisba lépsz, egy másik platformon küzdesz tovább ugyanazokért a célokért. Ami engem illet, én épp Észak-Írországban állomásoztam, amikor bejelentették az első IRA tűzszünetet 1944. augusztus 31-én. Emlékezetes nap volt, hiszen minket kivezényeltek az utcára az előtte lévő napon és az utána következőn is. Mi nem voltunk részesei a béketárgyalásoknak. Tehát másnap, mikor kimentünk járőrözni, mind úgy gondoltuk, hogy az IRA csak szünetelteti kicsit a tevékenységét. Mi nem láttunk bele abba, hogy milyen tárgyalások folynak. Mi nem vettünk közvetlenül részt a béke megteremtésében. És pontosan ez a különbség az állam egy katonája és egy önkéntes gerilla között. Hiszen mi megbeszéltük mindezt, és mi együtt döntöttünk az IRA-n belül. A tagok maguk döntöttek úgy, hogy így próbálják elérni a békét, míg a katonáknak az állam mondta meg, hogy ezt kell tenniük. Ez a különbség.
És ha elmeséljük a történetünket, mindig kiemeljük, hogy ezeket a döntéseket a csoportoknak, a tagoknak, az embereknek kell meghozniuk, nem a vezetőknek. Mert a vezetőket az emberek hip-hop magukra hagyhatják, ha nem értenek egyet. Ezért ezek a legfontosabbak, mindezt megbeszélni és meg is érteni. És szerintem ránk katonákra hosszabb távon kihatott a konfliktus, miután leszereltünk, pontosan amiatt, hogy mi nem voltunk részesei a béke megteremtésének. Az elmúlt években számos háborút megjárva magam is találkoztam azzal, hogy legtöbbször a békekötést is fel kell tudni dolgozni. És ez még akkor is nehéz lehet, ha valaki alapvetően egyetért az egyezménnyel. Az pedig már egy következő lépcsőfok, hogy a tapasztalatokat, tanúságokat egyesek át tudják adni a következő generációknak. Nagyon sokszor felhozzák az észak-ír konfliktust példaként, hogy hogyan lehetne tanulni a múltból. Ön évtizedekig volt részese az erőszak politikájának, de képes volt ezt maga mögött hagyni, miután letöltötte a börtönbüntetését, és utána normális életet tudott élni. Gondolja, hogy az ön esete, vagy az önhöz hasonló volt iratagok élete példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik éppen most lépnek a radikalizálódás útjára? Attól függ, hogy mi a motivációjuk, hogy hogyan kötődnek a hazájukhoz. Mi változást akartunk elérni az ír társadalomban. Sikerült is sok mindenen változtatnunk, de ez nem jelenti azt, hogy már minden rendben lenne. Ha úgy látod, hogy nincs más kiút, én személy szerint azt vallom, hogy az erőszak ilyenkor igazolható. De ha van más mód, egyszerűen erkölcstelen erőszakhoz folyamodni. Szóval iskolákba, ifjúsági klubokba járunk, és elmeséljük a fiataloknak Belfastban és máshol is, hogy mit tettünk, miért tettük, és mindezt miért nem folytattuk. Hogy a tapasztalatainkat megosztva bebizonyítsuk nekik, hogy most is el lehet érni változásokat. A mi társadalmunk is teljesen átalakult az elmúlt 10-15 évben. Nem tökéletes, de attól még változott, és mindeközben senkit sem öltek meg. Mert mostanában egyesek azt próbálják bizonygatni, hogy valójában semmi sem változott Észak-Írországban, és hogy szükség van az erőszakos fellépésre. Mi pedig elmagyarázzuk nekik, hogy milyen sok minden változott, és a fiatalok szerintem elég érettek, hogy meghallgassanak minket. És úgy látom, hatással vagyunk rájuk, mert nagyon kevés fiatal keveredik fegyveres összetűzésbe Észak-Írországban. A volt iratag és a brit katona sokszor együtt tart előadásokat, beszélgetéseket az iskolákban. Milyen reakciókkal szoktak találkozni, amikor így ketten kiállnak a diákok elé egy színpadra az iskolákban? Önök, akik a konfliktusban ellentétes oldalon álltak. Amikor fiatalok vagy felnőttek előtt beszélünk, mindenki elámul, amikor meglátnak így együtt minket. Akár a COIST egyik tagja, vagy egy egykori iratag mellett állok, mindig meglepődnek, hogy ez megtörténhet. Az egykori bajtársaim, volt katonák is többször megkérdezték, hogy hogyan tudok leülni valaki mellé, aki néhány évvel korábban még meg akart gyilkolni. Én mindig azt válaszolom, hogy ugyanezt a kérdést fel lehetne tenni a mellettem állónak is. Úgy gondolom, egy ilyen helyzetnek óriási a szimbolikus jelentősége. Mindig megdöbbenti az embereket, hogy egykori ellenségek, akik a konfliktus legmélyebb bugyraiban harcoltak, le tudnak ülni, beszélgetni egymással. És szerintem nem csak a beszélgetés ténye hat rájuk, hanem az is, amit mondunk, ahogy egymás mellett állva elmondjuk a történetünket. Nagyon sok hasonlóságot lehet találni az élményeinkben a konfliktus különböző időszakaiból. Sőt, abban is, hogy hogyan hatott ránk az életünkre a konfliktus, amióta befejeződött. És ez meglepi az embereket, a meglepettség pedig kérdéseket provokál, mert még többet szeretnének erről megtudni. Szóval úgy gondolom, hogy ennek az egész párbeszédnek fontos, szimbolikus jelentősége van, és hat az emberekre, mint ahogy rám is hatással van. Akárhányszor állok ki beszélgetni egy volt irataggal,
még mindig tudok meg olyan dolgokat az élményeikről, amik eszembe sem jutottak volna. Ilyenkor még több hasonlóságot fedezek fel, és gondolom, ők is így vannak ezzel. Történtek olyan incidensek, amelyek miatt úgy gondolták, hogy érdemes lehet elbeszélgetni a fiatalokkal? Van egy nagyon gyenge próbálkozás a békét szabotálni próbáló emberek részéről, amely fegyveres harcot próbál hirdetni a brit kormány ellen. Apró csoportok. És bár nincs rá bizonyíték, hogy aktívan tagokat toboroznának, erre azért megvan az eshetőség. És ha toborozni akarnak, valószínűleg a fiatalok körében fognak, hiszen többnyire a fiatalok szoktak harcolni. Tehát amit mi csinálunk, az inkább megelőző tevékenység, mint reakció. Nem tudok konkrét példát mondani, és számszerűsíteni is nagyon nehéz lenne a sikert, hiszen nem igazán történik semmi. Ezért tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nagyon sikeresek vagyunk. Nem tudom, lehet, hogy a fiatalok amúgy sem lennének fogékonyak a toborzásra, de az biztos, hogy amikor elmegyünk hozzájuk, mindig nagyon érdeklik őket a történeteink. Melyik kérdést teszik fel önnek a leggyakrabban? Hogy miért csatlakoztam az IRA-hoz. A másik pedig, hogy sok britet öltem-e meg, ami szörnyen hangzik. Az biztos, hogy a fiatalok esetében nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy véletlenül se dicsőítsük azt, amit tettünk. Mert Észak-Írországban egyébként történelmileg is jellemző, hogy felmagasztalják azt, ahogy egy gyengébb nép szembeszáll a brit birodalommal. Ami való igaz, tényleg ezt tettük, de óvatosnak kell lennünk, hogy ne dicsőítsük a tetteinket. Tettük, amit tettünk, de az a múlt, vége. És nem akarjuk, hogy azt higgyék, hogy ez egy jó dolog volt, inkább csak szükséges. És gondolom, maguk volt iratagok az egyetlenek, akik hitelesen felléphetnek az úgymond dicsőítés ellen. Igen, ez így van. És van az a hibás elképzelés is, amely szerint börtönben lenni jó dolog volt. Megkérdezik, hogy meddig voltam börtönben, és azt hiszik, minél tovább tartott, annál jobb. Ez nem így van. A börtön nem egy jó hely, és nagyon is sajnálom, hogy valaha bekerültem. Azt nem sajnálom, amit tettem. Csak épp börtönben nem akartam lenni. Sokkal inkább odakint akartam harcolni a többiekkel. Amikor a fiatalok élőben is hallanak ezekről a dolgokról, nagy hatással van rájuk. Ha a miénkhez hasonló párbeszédek már 69-ben megtörténtek volna, talán teljesen máshogy alakul minden. Az biztos, hogy amikor kvázi ellenségeknek, még bármilyen békeegyezmény előtt, a legnagyobb gyűlölködés közepette van bátorságuk megszólítani a másik felet, sőt, a nyilvánosság előtt párbeszédet folytatni, az mindig elsöprő erejű. Ám ezt az utat sokan nem merik bevállalni. Félve, hogy sajátjaik árulónak, a másik oldalon pedig őrültnek bélyegzik meg őket. Egy korábbi Bábelben éppen egy ilyen rendkívüli párost mutattunk be, a palesztin és az izraeli édesapát, akik a konfliktus miatt veszítették el legdrágább kincsüket, a kislányukat. A palesztin kislányt egy izraeli katona lőtte fejbe, az izraeli kislányt pedig egy palesztin öngyilkos merénylő robbantása ölte meg. De ők úgy döntöttek, hogy nem lépnek be a bosszú ördögi körébe. Ehelyett egy olyan szervezethez csatlakoztak, amelyet hasonló tragédiával sújtott palesztin és izraeli szülők alapítottak, párbeszédet és békét hirdetve. Hogy érzi az ön példája, az, ahogy a tragédiával és a konfliktussal megbirkózott, radikálisnak számít? Teljes mértékben az. Kétséget kizáróan. De meg kell mutatnunk ezt az utat. Lehet, hogy egyesek túl radikálisnak tartják, de így lehet felhívni az emberek figyelmét, hogy a miénk nem csupán egy politikai probléma, hanem az emberekről is szól. És különbözőképpen lehet reagálni, nem csak öldökléssel, nem csak politizálással, hanem lehet beszélni a konfliktus emberi oldaláról is, mert mindent egybevetve az ügyünk, a palesztin kérdés az emberekről szól. Nem csak a küzdelemről vagy a fegyverekről, a rakétákról, az erőfitoktatásról, hanem a dalokról, a művészetről, a versekről is. Bassam és Rami itt éppen a budaörsi Ily és Gyula gimnáziumba érkezett előadást tartani,
A Napfivér Holdnővér Egyesület meghívására ugyanis tavaly októberben Magyarországon töltöttek egy hetet, és több magyar egyetemen, középiskolában invitálták beszélgetésre a diákokat. Történetük szerintük fontos üzenetet hordoz, bárhol is éljen az ember. Nem véletlen, hogy meghívták már őket a világ szinte minden pontjára. A fiatalokat különösen fontosnak tartják megszólítani. Palesztin és izraeli iskolákba is rendszeresen járnak együtt. Mert a béke legnagyobb akadálya, ahogy azt a volt iratag és a brit katona is állítja, pontosan az, hogy nincs párbeszéd, és a felek egyáltalán nem ismerik egymást. Önök szerint a tragédia kellett ahhoz, hogy azokká az emberekké váljanak, akik, és így gondolkodjanak? Katalizátor volt, és most csak a magam nevében beszélek. Egy buborékban éltem, és csak saját magammal és a saját dolgaimmal törődtem. Nem érdekelt és nem is akartam foglalkozni a politikai helyzettel, hogy milyen az élet a túloldalon, és hogy milyen problémáik vannak. Egyszerűen éltem az életemet. Aztán ez a buborék kipukkadt. Nekem pedig döntenem kellett. Élni akarok, vagy meg akarok halni. Hagyni fogom, hogy a dühöm és a fájdalmam elnyeljen, vagy kezdek vele valamit. Ez egy hosszú folyamat, és nagyon sokan képtelenek ezt végigcsinálni. De a döntés, hogy felvegyem a kapcsolatot a másik oldallal, olyanokkal, mint Bassam, és hogy felülemelkedjek ezen a magas falon, ami elrejtette és démonizálta a túloldalt, ami elrejtette az emberi arcukat, végül megszületett. Egy hosszú útra léptem, hogy újra megtaláljam önmagam zsidóként, izraeliként és emberi lényként. Hogy felfedezzek egy új nyelvet, egy új muzsikát és egy új történelmet, ami oly sokáig rejtve volt előttem. Szóval nincs szükség tragédiára ehhez a döntéshez, de segít. Azt hiszem, az embereknek néha egy tragédia kell ahhoz, hogy felébredjenek, sajnos. Úgyhogy ez a mi missziónk, hogy felébresszük az embereket, mielőtt egy ilyen tragédia megtörténne. Gondolja, hogy a pozitív radikalizmus példája is éppen olyan könnyen átragadhat másra, mint amikor valaki negatív értelemben radikális? Igen, én abszolút ezt gondolom. Elterjedhet ez is, ösztönözheti az embereket, mert működik. Nekem már szinte életmóddá vált. Eleinte egy jó értelemben vett radikális helyzetnek éreztem ezt az egészet én is, de aztán átalakult, és ez vált normálissá. Úgyhogy ösztönzöm az embereket, hogy ez igenis működik, és látom a hatását, hiszen egyre többen akarnak csatlakozni az én példámhoz. Beszélt valaha olyan radikális emberrel, aki hitt az erőszakban, de sikerült meggyőznie őt, hogy rossz utat választott? Nagyon sokszor. Sokszor beszéltem olyan radikális emberekkel, akiket a környezetük is szélsőségesnek tartott. Elmondtam nekik, hogy van remény, hogy van másik út, ami nem csak egy elmélet, hanem működőképes megoldás. Saját magam tapasztaltam meg ezt, amikor 2005-ben létrehoztuk a Harcosok a Békéért nevű szervezetet. Az emberek, akik beléptek a mozgalomba, mind olyan radikálisok voltak, akik a két ellentétes oldalon álltak, és végezni akartak egymással. De amikor megértették, hogy van más út, hogy a másik oldalnak van egy máshogy gondolkodó része, akkor a mozgalom vezetőivé váltak, és az erőszakmentesség és megbékélés szószólói lettek. De mit mond ezeknek az embereknek? Hogy lehet egyáltalán elkezdeni egy ilyen beszélgetést? Mert úgy gondolom, valaki azért lesz radikális, mert szentül hisz a saját megoldásában. Senki sem születik radikálisnak. Egy helyzet tesz azzá valakit. Amikor konfliktus sújt egy népet, az emberek nagyon könnyen fordulnak a radikalizmushoz. Én magam is átéltem ezt az egészet. Van erről tapasztalatom, mert annak idején én is a radikalizmus negatív oldalát választottam. 7 évet töltöttem izraeli börtönökben, harcoltam ellenük, elvesztettem a lányomat.
és aztán mégis más utat választottam. Szóval senki sem mondhatja, hogy gyáva vagyok, hogy nem tudom, miről beszélek, hogy csak papolok a békéről, meg angyalokról, meg álmokról, és hogy úgy sem működne ez az egész. Mivel megtapasztaltam mindkét oldalt, el tudom mondani, hogy én használtam fegyvert, hogy én is radikális voltam, és hogy a másik oldalon álltam. De aztán máshogy döntöttem, emiatt valószínű, hogy az emberek hallgatnak rám, mert megvan ez a tapasztalatom. Ez nagy különbség. A gimnázium diákjait láthatóan megrázza a két férfi története. Az előadás után szinte elárasztják őket a kérdéseikkel. A személyes tragédiája és a történtek miatt nagyon sokan tisztelik magát, felnéznek önre. Hatalma van, amit pozitív dolgokra használ, békeharcosként dolgozik. De találkozott már az ellenkezőjével is, hogy egyesek hasonló helyzetben ezt a hatalmat az erőszak terjesztésére használták, hogy bosszúra szólítsanak fel másokat. Hogyne, minden nap. Ismerek embereket, akik felhasználják a fájdalmukat. Áldozatokat, akik ezért másokat áldoznak fel, gyötörnek meg. Olyan gyászoló családokat is, akik a tragédia által kivívott tiszteletet arra használják, hogy ellenállást szítsanak a politikai tárgyalással és mindenfajta kompromisszummal szemben. Őszintén szólva, én meg tudom érteni őket. A saját érzelmeik szólnak belőlük, dühösek és joggal. Szóval ők egyszerűen képtelenek megtenni azt a plusz lépést, amit mi megtettünk. Mit gondol, mitől függ, hogy valaki az önök által követett radikalizmust választja, vagy a másik utat? Szerintem attól, hogy képes-e felülemelkedni a fájdalmán. Különösen az érzelmeken, a dühén. Meg kell érteni, hogy a dű nem vezet sehová, hogy a bosszú csak újabb és újabb erőszakot szül. De ez embertelenül nehéz. Nagyon erős személyiség kell hozzá, rengeteg önbizalommal. És hinned kell a képességeidben is, hogy ezt meg tudod csinálni. A legtöbb ember képtelen erre, sajnos azt kell mondanom, hogy nem ilyen a természetünk. A megbocsátás még számomra is radikális dolognak számít. Mindig azt mondtam, hogy ha a lányom gyilkosa eljön hozzám, hogy bocsánatot kérjen, akkor bosszút fogok állni. Mégpedig úgy, hogy könyörtelenül megbocsátok neki. Mert a megbocsátás egyfajtaképpen olyan, mint a bosszú. Nagy felelősséggel jár. Ez nem azt jelenti, hogy nem baj, hogy megölte a lányomat, hanem azt, hogy meg kell bánnia, és nem szabad többet ilyet elkövetnie. Én így akarok emlékezni a gyermekemre. Szoktak a radikálisan reagálni az ön radikalizmusára, amikor elmeséli a történetét? Igen, ez elkerülhetetlen. Vannak emberek, akik durván reagálnak. Néha szidalmazzák az embert, van, amikor gyűlölködő üzeneteket küldenek. De nem annyira vészes. Voltak olyanok, akik azt mondták, kár, hogy nem robbantottak fel a lányommal együtt. De én együtt tudok élni ezzel. Egyáltalán nem számítanak. Ők olyanok, mint a kutyák, amelyek megugatják az elvonuló konvojt. Én tudom, mi a célom. Van egy vízióm, és az ilyen előadások, mint ez a mai is, rengeteg reménnyel töltenek el. A többi pedig egyre kevésbé számít. Az elmúlt évtizedekben Murray is megtapasztalta, hogy az erőszakmentesség politikáját hirdetőkre sokszor furcsán, sőt, elítélően néznek. De az elhivatottság és a nemzetközi támogatás mindig tovább lendítette őt is. Nagyon fiatalon kapta meg a Nobel békedíjat. Akkoriban ön volt a legfiatalabb Nobel békedíjas nő, talán ember is. Emlékszik a napra, amikor megtudta, hogy ez az óriási megtiszteltetés érte? Nagyon ijesztő volt. Nehéz volt feldolgozni, hiszen rájöttem, hogy nem tudok szinte semmit. Pedig a Nobel-díj után sokan odajöttek hozzám mindenféle kérdésekkel, hogy ezt hogy csinálom, azt hogy csinálom.
De aztán megtanultam, hogyan kezeljem ezt az egészet. És nagyon örülök neki, mert nagy megtiszteltetés, hogy felhasználhatom a Nobel békedíj státuszát, hogy segítsek a nehéz helyzetben lévőknek a világ más pontjain. Ez a Nobel békedíj tulajdonképpen csak a kezdete volt a békeharcos karrierjének? Ha az ember megkapja a Nobel békedíjat, az megnyitja előtte a világot. Nagyon sok országból kerestek fel, hogy menjek el hozzájuk, és támogassam az ő küzdelmüket. Az egyik első ilyen utam Argentínába vezetett, ahol támogathattam Adolfo Pérez Esquivelt, akit az argentin katonai diktatúra éppen házi őrizetre ítélt. Szóval meglátogattam Adolfót, és Buenos Airesből a poncsommal csempésztem ki egy listát. Rajta sok ezer embernek a nevével, akik a katonai diktatúra alatt tűntek el Argentínában. Ezt vittem el New Yorkba, az Amnesty Internationalnek. A következő egy órában Murray-t ki sem fogy a szinte kalandfilmekbe, vagy éppen thrillerekbe illő történetekből. Csak bámulom, ahogy az elképesztően energikus és pozitív kisugárzású asszony, aki idén 71 éves és nem mellesleg 5 gyermeket nevelt fel, elmeséli, hogy az elmúlt években bejárta Irakot, Szíriát, Afganisztánt, de az amerikai fogházak közül is jó néhányat. Hányszor került szembe a törvénnyel a különböző béketüntetések során? Ó, nagyon sokszor. Sok országban, ahová be sem léphetek. Melyik volt a legdurvább eset? Hát azt hiszem az, amikor a Szabad Gáza mozgalom hajóján voltam. Háromszor toloncoltak ki Izraelből, amiért megpróbáltam újra és újra bejutni a segélyflotilla hajóival a gázai övezetbe. Murray is tagja volt annak a török szervezésű flotillának, amely a gázai övezetbe próbált segélyt juttatni az övezet blokkádja során. Amikor az izraeli parti őrség megpróbálta feltartóztatni a hajókat, az összetűzésben 9 török aktivista meghalt. Az incidensért végül az izraeli kormány bocsánatot kért, de az eset a felháborodáson túl arról is vitát indított, hogy vajon mennyire számítanak erőszakosnak azok a módszerek, amellyel az erőszakmentes politika hívei, vagy az úgynevezett békeharcosok időnként küzdenek a céljaikért, vagy próbálják felhívni a világ figyelmét egy-egy ügyre. Murray is képes volt a végletekig elmenni azért, hogy üzenete célba érjen, akár saját testi épsége árán is. De szerinte a hatóságok heves reakciója miatt csapnak át gyakran összetűzésbe a békés tiltakozások. Hányszor sérült meg a különböző tüntetések során, amiken részt vett szerte a világban? Azt hiszem, hogy talán a legveszélyesebb szituációba Ramallában kerültünk, a megszállt területeken, ahol a palesztinokat támogattuk. Az izraeli hadsereg többször eresztett ránk könnygázt. Néhány éve pedig egy tüntetésen csípőn is lőttek. Amikor a palesztinokkal felvonultunk azért, hogy a földjeik elkobzása ellen tiltakozzunk. Meglőtték? Igen, csípőn lőttek egy gumilövedékkel. Az Egyesült Államokban is szembe került a törvényekkel. Ott mi történt? Többször tiltakoztam a Fehérház előtt az iraki megszállás és invázió ellen. Egyszer le is tartóztattak Amerikában egy atomfegyverek elleni tüntetésen. Megmotoztak, és az éjszakát egy virginiai börtönben töltöttem, amiért az amerikai atomfegyverek ellen tiltakoztam. Azért különös, hogy így mosolyogva mesél mindezekről. Sohasem rázták meg az ilyen események? Nem, én sohasem félek, több okból sem. Most csak a saját élményeimről meséltem, de egyre többen cselekednek hozzám hasonlóan. Van egy új irány, egy új tudatállapot a világban, és sok millióan hisznek az erőszak elutasításában és a polgári engedetlenségi mozgalmakban. Én pacifista vagyok.
nem hiszem, hogy gyilkolással bármit el lehetne érni. Abban viszont hiszek, hogy a mi felelősségünk jobbá tenni a világot a gyermekeink érdekében. Rá kell ébrednünk, hogy mit művelt a nyugati politika nagyon sok országgal. Jártam Irakban, Afganisztánban, Palesztinában, és mindenhol azt láttam, hogy a nyugati beavatkozás, a megszállás, a pusztítás országokat tesz tönkre. Meg kell szabadulnunk attól a fajta nyugati arroganciától, hogy mi meg tudjuk oldani más országok népének a problémáit. Mert nem tudjuk. Segíthetünk nekik, bátoríthatjuk őket, hogy békés megoldásokat válasszanak. De nem mehetünk oda és mondhatjuk meg más országoknak, hogy kik legyenek a vezetőik, vagy milyen politikai berendezkedést válasszanak. Ez nem a mi feladatunk. Az elmúlt két évben egyáltalán nem volt biztonságos Szíriába utazni. A harcok hevesebbek voltak, mint valaha. Nem érezte magát veszélyben? Nem. Ez is része a nyugatiak által diktált félelempolitikának, ami megakadályoz bennünket abban, hogy tegyük, amit tennünk kéne. Szóval a félelem sohasem állítja meg önt? De hisz nincs mitől félnünk. Miért kellene félnem attól, hogy Szíriába menjek? Hisz a világ legkedvesebb embereivel találkoztam. Az édesapám is Szíriából származik, úgyhogy én nagyon jól tudom, hogy mennyire kedves emberek élnek akkor ott. Akkor pontosan tudja. Persze, de akkor is. Ott most nagyon sok olyan fegyveres csoport irányít számos régiót, amelyek még egymás ellen is harcolnak. Szóval hiába tudom, hogy a szíriaiak a legszeretnivalóbb emberek, az ország nagyon sok területén akkor is erőszakos és könyörtelen háború zajlik. Én így sem féltem egyáltalán. Fel kell ismernünk, hogy nincs mitől tartanunk, csak magától a félelemtől. Sokan mondják, hogy nagyobb hadseregre, több fegyverre és atomfegyverre van szükségünk, és hogy félnünk kell egymástól. De szembe kell szállnunk ezekkel a véleményekkel, és ki kell mondanunk, hogy nem fogunk félni egymástól, hogy barátságokat köthetünk, megbékélhetünk egymással, a problémáinkat párbeszéd útján is megoldhatjuk, és be kell fejeznünk egymás démonizálását. És ez az a pont, amelyben mindhárom ember egyetért. Az erőszakot egyetlen konfliktusban sem lehet megállítani addig, amíg a mesterségesen kreált ellenségkép fenntartható. Egy konfliktusban mindig megpróbálják elfeledtetni a másik fél emberi oldalát. Az én katonatársaim is így gondolkoztak. Minket is arra bátorítottak, hogy a másik oldalon állókat ne egyéneknek lássuk, hanem egy homogén csoportnak. Ez mindig is jelen volt, már az első világháborúban is. A brit katonák akkor azt mondták, hogy a hunok ellen harcolnak. A második világháborúban a fricek ellen küzdöttek. És azt hallottam, hogy az Irakban és Afganisztánban szolgált katonák pedig a napos nigger kifejezést használták, ami szintén olyan kifejezés, ami megfosztja az emberi mi voltától a másikat. Ezek a becsmérülő szavak mind erre szolgálnak. Így könnyebb megölni őket. Igen, mert a katonák nem pszichopaták, ahogy az egykori iratagok sem. Nem vagyunk képesek csak úgy kimenni az utcára és megölni valakit, akit ismerünk. Ezért más szintre helyezzük a másik felet, nem emberként tekintünk rájuk. Ezért fontos, hogy amikor volt iratagokkal találkozom, hirtelen ők is arcot kapnak, egyéniségé válnak. Megismerem a történetüket, mert annak idején katonákként soha senki nem magyarázta el nekünk a konfliktus itteni kontextusát. Számunkra pedig ők sem átlagos emberek voltak, akiknek ismertük a nevét, hanem brit katonák, a szemünkben a brit kormány ügynökei. Ezt próbáljuk kiemelni a fiataloknak, hogy ez a harc közöttünk nem személyes volt, hogy nem a katonákkal vagy a rendőrökkel volt problémánk, hanem az állammal. De most már van lehetőség más platformon is harcolnunk az állammal, a választási rendszernek köszönhetően. És az a célunk, hogy meggyőzzük a fiatalokat, hogy itt nem Lee és nem is az egykori katonatársai jelentik a problémát, hanem a brit államtól és az apparátustól akarunk megszabadulni. Tehát már nincs szükség harcokra, fegyverekre, pokolgépekre. És szerintem működnek ezek a találkozók. Nehéz lemérni a sikerét, de szerintem működik, ezért csináljuk. We have learned how...
Megtanultuk, hogyan háborúzzunk, kínozzunk és öljünk meg más embereket. Most pedig meg kell tanulnunk, hogyan teremtsük meg a békét, hogyan tiszteljük egymást, hogyan oldjuk meg a problémáinkat egymás meggyilkolása nélkül. Az erőszak ellenes mentalitást a társadalom minden szintjén tanítani kell. Már gyermekkortól kezdve, és folytatni egészen felnőtt korig. Hosszú folyamat lesz, de egy új civilizációt építünk. Egy civilizációt, ami elutasítja az erőszakot, a gyilkosságot, és amiben az emberek képesek megoldani a problémáikat. Ha valaki elveszíti egy családtagját egy háborúban, egy konfliktusban, lehet, hogy a bosszú vágy valahol mégiscsak természetes reakció. Mit lehet mondani egy ilyen embernek, hogyan reagáljunk? Hiszen emberek vagyunk, és időnként nehéz irányítani az érzelmeinket. Gyakran ez az oka, amiért az erőszak erőszakot szül. Persze mindannyiunknak vannak érzései. Ismerjük, milyen érzés dühösnek lenni, ahogy a boldogságot is ismerjük. De ha felszítjük a dühöt egymásban, vagy magunkban, ha engedünk neki, akkor kockáztatjuk, hogy dühből és erőszakosan fogunk cselekedni. Szóval először a saját érzelmeinkkel kell megtanulnunk megbirkózni. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket is, hogyan legyenek urai az érzelmeiknek. És meg kell tanulnunk a megbocsátás és a megbékélés művészetét is. Nem szabad túlságosan beleragadni a múltba, azon merengeni, mi történt 100 évvel ezelőtt, hogy annak idején milyen sérelmek értek bennünket. Ha állandóan erre emlékezünk, a múltban ragadunk. Meg kell tanulnunk a jelenben élni, a mostnak élni. A kreativitásunkat és képzeletünket pedig arra használni, hogy megtaláljuk a megoldásokat. Persze tudjuk jól, hogy mi történt a múltban, de inkább azzal foglalkozzunk, hogyan lépünk tovább a gyermekeink és a következő generációk érdekében, hogy el tudjuk kerülni a már elkövetett hibákat.